hogy itt állhatunk most. Úgyhogy a megnyitó első elemeként egy rövid filmet szeretnénk levetíteni az építkezésről. Ezt két kivetítőn lehet megtekinteni, az egyik, amely itt található tőlem balra, önöknek jobbra, a másik pedig ott a Samsung sarokban található kivetítő. Egy néhány másodpercet várunk, hogyha valaki átfáradna a másik kijelzőhöz, akkor ezt most és akkor tekintsük meg együtt a kis... Köszöntök mindenkit! A jelenlévők nagy többségével tegező viszonyban vagyok, úgyhogy engedje meg az, akivel még nem tegeződtem össze, hogy innen egy pertúval tudjam megköszönni, hogy eljöttetek. Ez a mi kis szakmánk, ez eléggé belterjes, és nagyon örülök neki, hogy nagyon sok olyan arcot látok, akivel 10-15 évvel ezelőtt is ugyanígy ünnepeltünk egy-egy volt nyitást. Szeretném megköszönni nekik a kitartást és az együttműködést, hogy eljuthattunk ide, hogy itt Veszprémbe, az otthonunkba megnyissuk ezt a nagyon szép új áruházat. Szeretném megköszönni a kollégáimnak, akik éjjel-nappallá téve valósították meg ezt a műszaki beruházást, illetve a beszerző kollégáknak, akik ilyen gyönyörű árukészlettel feltöltötték, és különösképpen a bolti személyzetnek, akik itt két boltot bezártak, két boltot átköltöztettek, és így feltöltötték az árukészlettel a boltot, ahogy most látjátok. Hatalmas munka van benne, köszönöm szépen még egyszer. Szeretném külön kiemelni azt a munkát, amit itt az elmúlt fél évben a Vöröskő Kft. Menedzsmentje véghez vitt. Először is az, hogy ez az új menedzsment, ami nagyon nagy részt új, a 2-3 évvel ezelőtti menedzsmenthez képest összeállt, ahogy megismerték egymást, megismerték a feladatokat, és beleálltak abba, hogy csináljunk egy teljesen új Euronix-et. Mert bizony, ez a mai Euronix, ez teljesen más, mint a 2-3 évvel ezelőtti. Ha valaki felmegy és meglátogatja a weboldalunkat, láthatja, hogy az árukínálatunk 5-szörösére növekedett az elmúlt egy év alatt. És nagyon büszkén mondhatom, hogy minden hónapban duplázunk. Az egy tulajdonosnak hatalmas öröm, hogy ránéz a számokra, és úgy kezdődik az index, hogy 2-essel. És még van utána 2 szám. És ebben a hónapban nem duplázni fogunk, hanem triplázni fogunk. És ez mind annak a munkának az eredménye, amit itt a boltban láttok, annak az sok-sok új árucsoportnak, cikkelemnek, amivel 2-3 évvel ezelőtt nem foglalkoztunk. Nagyon szépen köszönöm minden egyes kollégámnak a munkáját, hogy ebben a rengeteg és hatalmas változásban állják a sarat, és velünk együtt mennek előre. Köszönöm szépen még egyszer,
és örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm. Tisztelettel szeretném felkérni országgyűlési képviselő urat, hogy néhány mondatban ő is köszöntse az egybegyűlteket. Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép ünnepélyes átadón. Négy rövid gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Az első az, hogy Veszprémben és térségében nem telik el úgy hónap, hogy ne lehetnénk egy ilyen átadón. Az mutatja azt, hogy milyen erős a térségünk, mutatja azt, hogy Veszprém és térségében szívesen jönnek a vállalkozók, a befektetők. A második, aminek én nagyon-nagyon örülök az, hogy ez a mai átadó egy magyar vállalat által létrejött fejlesztés. Egy olyan fejlesztés, amely egy 30 éves céget mutat, egy olyan céget, amely az országban több mint 1000 embert foglalkoztat, Veszprémben pedig több mint 300 családról gondoskodik. Úgy gondolom, hogy ezt a fazekas családnak köszönhetjük itt Veszprémben. A harmadik, én egyéni választókerületi képviselő voltam ebben a körzetben, és mindig amikor erre eljöttem, akkor azt láttam, hogy azért ez egy kisebb itt a választókörzetben. Ez a sebb már a megújult és szép környezetben tudhatjuk már ezt az üzletet is. A negyedik, ami szerintem a fazekas családot mindig is jellemezte, ez nem más, mint a társadalmi szerepvállalás. Hiszen a kezdetektől fogva támogatják a veszprémi nagy sikerű kézilabda csapatot, de a tehetséggondozásról se feledkeztek meg, számos olyan programot indítottak, ahol a helyi tehetségeket támogatják, és a legutóbb egy hete voltam itt egy rendezvény megnyitóján, amelyen sportrendezvényt támogattak. Én nagyon szépen köszönöm nekik, ettől erős Veszprém, köszönjük szépen! Kérném országgyűlési képviselőt, hogy ne menjen annyira messzire, illetve ügyvezető igazgatóját is visszahívnám, és felkérném őket, hogy vágják el ünnepélyesen a szalagot. Hivatalos része véget ért. Négy dolgot emeltem ki a köszöntőn, az első az, hogy nagyon örülök annak, hogy Veszprémben nem telik el úgy hónap, hogy ne lehetnénk ért egy olyan átadón, amelyen a mai nap is itt lehetünk. Ez mutatja Veszprém és térségének az erét, mutatják az, hogy a befektetők igenis alkalmasnak találják Veszprém és térséget, hogy ide jöjjenek és itt telepedjenek meg. A második, amit elmondtam, és ami szerintem nagyon fontos, hogy mindezt egy magyar vállalat tette meg, hiszen egy 30 éves múlttal rendelkező Vöröskő Kft., amely országosan több mint 1000 embert foglalkoztat, Veszprémben pedig több mint 300-at. Én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk arra, hogy egy veszprémi telephelyű cégről tudunk így beszélni. A harmadik, amit elmondtam, hiszen az egyéni választókörzetem, a régi egyéni választókörzetem, ez a körzet volt, és amikor itt besétáltam, akkor mindig azt gondoltam, hogy ezt a területet igenis fejleszteni kellene, igenis jobb napokat is élhetne meg. A mai nap átadójával ez megtörtént, hiszen egy teljesen megújult környezetet vehettünk ma birtokba. A negyedik, amit elmondtam, ami nagyon fontos, ez pedig a fazekas családnak a társadalmi szerepvállalása, hiszen 30 éve nem feledkeznek meg itt a veszprémi kézilabdaklubról, az Európa által is ismert kézilabdaklubról, de hogyha tehetséggondozásról volt szó, akkor is helytálltak, illetve ezelőtti héten, amikor itt voltam, akkor pont egy sportrendezvény főtámogatói voltak, amely több mint 3000 embert mozgatott meg Veszprém szerte. Én nagyon örülök neki, hogy itt lehetek a mai átadáson, és gratulálok a beruházóknak. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. Ez a 69. üzletünk, 1200 kollégával dolgozunk, ennek az üzletnek az alapterülete 1500 négyzetméter,
30 fő dolgozói létszámmal. Tavaly ősszel a kormány meghirdetett egy ilyen, nem tavaly ősszel, nyáron meghirdetett egy ilyen hűtőcsere, hűtőgépcsere akciót, és azért vagyok itt. Az eladók is nagyon kedvesek, úgyhogy én nekem nagyon tetszik, mondjuk az Euronics mindig is tetszett. Mindig is jó kis üzlet volt, úgyhogy hát ennyi. Nagyon szépen köszönöm. Ez az Euronics új Veszprémi áruháza. Erről az üzletről azt kell tudni, hogy közel 800 négyzetméteres áruház, a megye legnagyobb műszaki áruháza. Összesen közel 25 kollégám dolgozik az áruházban. Az áruházban megtalálható minden, amiről az Euronics tradicionálisan ismert volt. Nagyon nagy választékunk van háztartási gépekre, tévékre, kis háztartási gépekre, illetve csomó olyan innovatív terméket hoztunk az áruházba, mint például az okos otthonhoz tartozó dolgok. Ugye itt van a mobiltelefonról kapcsolható lámpától, kamerától, a wifi-n szabályozható, a húszét lehet az égőknek szabályozni. Vannak drónjaink, egész az alapkipistól, amivel a gyereket meg lehet tanítani, hogy kell drónt kezelni, egészen a komoly profi filmkészítést alkalmazunk. Vannak szegvélyeink, elektromos rollerünk, tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog van, amivel kiegészítettük a választékot, modernizáltuk, és nyitunk a fiatalabb vásárlók felé is. Nagyon szépen köszönöm.